Üdvözletem mindenkinek! Hello, hello! Szia, Rimmel, Mizu! Üdvözlöm mindenkinek, aki ideért esetlegesen. Megint így korán érkeztem. Hello! Ja, hopeful cake! Hello! Remélem mindenki jól van. Én picivel jobban. Imádom amúgy, de folyamat beszélt Lee. Kicsivel jobban vagyok, de még biztos látod, hogy Alan egy nem az igazi. Sajnos a helyzet. Meséltek, hogy telik a hetetek? Közben jött egy bot, eltávolít. 16 ezer csatám van jelen, nagyon jó. Arról gurigázik. Tehát ilyen kisebb botokat láttam. Egy pár százasat általában, de most így látszik, hogy vannak ilyen nagyobbak is. Nem tudom, a hang milyen lesz, ha hangosan jöttek, majd szóljatok. De meséltek, hogy vagytok, mi finomat ettetek, közben a napi questeket megcsinálom. És akkor folytatom a parádét. De az egyik bot kappa. Ő az a testvérpáros, azt hiszem a Chelsea, ő beteg, jól emlékszem. A tesója meg esténként keresi a pénzt, amit beledobál a szökőkútba? Vagy hogyan van ez? Annyira nem emlékszem. Nem, most gyorsan elbeszélgetünk itt velük. Nem tudom, most már megcsinálhatnák ezt a questet úgy, hogy a csajnak szerzünk végre valami gyógyszert, az rendben lesz, vagy nem tudom. Berúgtam a vizemet. Ez a zene. Kobi zenéje. Ez itt szól. De ez nem szólt eddig még. Ja, mert csak ennyi szól belőle itt. Oké, akkor ezért. Az mondom már az egyik questnek a zenéje. Amit egyszer végtolsz és sose hallott több. Most meg kéne őket ölnöm? Sziasztok! Meg... Mennyire durva, hogy a kendriaiakat öljük amúgy? Ha belegondolunk. Kobi szereti nagyon ezt a zenét, csak nem ezt a verziót. Másikat. Zene, ami a templomba szól. Azt hittem, nem is tudom. Annyira nem szoktam a templomba járk. Hey, hopp! Nagyon jó szingon színész lennék, szerintem. Nagyon jó menne. Ej! Oh! Ah! Na, gyere te! Kombóc! Jaj, hát nem ezt akartam, de mindegy. Á,
Elnyomtam az ultiát véletlenül. Jó. Benézek. Most megvan őszintén, kíváncsi lettem, úgyhogy végzünk a questekkel, aztán megnézzük, mi ez a zene, mert nem emlékszem. De azok meghallom, és így egyből... Áááá! Tehát mindenhol jó zene van, szóval... Csak van egy-kettő, ami így az embernek valahogy jobban tetszik. Aztán napi questek után megyek egyből a eventre. Bárbara? Ez folyamatosan megkapom ezt a questet amúgy, amihez most megyek. Szinte non-stop. Majdnem minden nap. Igen, szennyi a hó van és hideg. Hát, ja, szerintem, ha jól gondolom, hogy azt mondta, nem biztos. Megjelent a zéslata. Kiválasztunk valamit, mert ez itt fog nekem világítani. Ó, van egy visem, nézzétek! Pum! Lila! Kapunk valami fegyót? Nem. Egy Dori! A Dori. Ja, álljátok, megkeressük Dorit. Felfedezőt. Na, ez tök jó! Ez egy tök jó pörgetés volt. Nem maxos a karakter. Haló? Játék? Köszönjük szépen. Legalábbis azt mondta. Szerintem... Keresünk meg a térképet Dórával, fedezzük fel Dórával a térképet. Japánul, és közben hallhatjuk énekelni. Egyszerűen... Nem tudom magam túltenni az énekén amúgy. Szegény Dehiát is már ki kéne maxolnom, de valahogy... Nem került rá még mindig sor. Most a hová szaladsz? Kiment a skillemből, haj! Ja. Miért nem adta oda? Túl messze voltam. Ez is jó itt. Ez meg ugye a Winery-nek a zenéje. Azt... Na, megnézzük a templom. Érdekelt volna, hogy így csinál, de így csinál, de a legközelebbi teleporthoz, tehát... Már mondom, rákattintok teleport, mert hát maga is teleportok. Nem. Még nagyjából rémlik a... A zene, most amúgy... Még mielőtt... Hogy bemegyek, rémlik, hogy mi van itt. Ez, aha, tipikus templomi zene. Ez is tá. A vicces lenne kisebb karakterekkel le lehet menni. Szia kutya!
Kutya. Egyszerűen minden alkalommal rosszul érzem magam, amikor azt mondtam, hogy a kutya. Tudom, mi ez a neve, csak olyan furcsa érzéskeltő. Mi újság? Rég láttalak, hogy vagy? Ja, Jean. De van még egy zene, nem? Itt a templomban. Valami nekem tök úgy remélem, hogy talán még egy. Itt a szumerói bácsi. Jaj, bocsánat. Nekiszaladtam. Bui! Na. Megyünk akkor gyorsan, beszélünk Kesserinnel. Megyünk a questre. Nem tudom, mennyit fogok vele haladni. Ma még nem lesz olyan különösen a hosszú stream. Kérdezett a színfakt kísérletem bajzott nullázva a prima mennyiségem. Innentől remetem még szévelek eleget. Ja, Lini és Linett, ugye? Ők kettem. Ikrek. Biztosan nem még rengeteg event van, azért az eventekből elég szépen jön minden. Event hátán. Addig még annyi karakter jön. Úristen. Szerintem addig még mostatti karaktereket is kapunk. Én úgy gondolom. Hát ez az. Olyan sok primót elhagytam. Látom ez is. Ezt majd egyszer megcsináljuk. Nem kell vele sietni, nem lényeges. Abyss is van megint. Remélem Abyss az... Picsa! Kaptál egy kávét 10 pultból? Na, és finom az a kávé. Egyből a kávé sem volt. Jaj, most a közé alatt a... Mi ez? Event alatt annyira nem idegesítő. Szia, Exadol! Mizu, mizu! Hogy vagy? Pulloltál a doktor bácsira? Most várjátok, meg kell keresni, hogy hol akkor ezt a mennyet. Beginnings and endings. Megyünk a második versenyre. Ami... azt mondták, a sivatagban lesz, nem? De hol? Nem tudok oda menni. Go to quest. Csak hülye vagyok és nem kattintottam. Aru Village. Ja, még azt gondoltam volna. Mekkora tény gomb? Kávé cukorral és sütivel. Kávé cukros cookie. Amúgy igen. Istenem az. Szegény négy csillagosok annyira nem illenek be egy teambe, se sajnálom őket, mert szépek, de ott fognak hátul porosodni. Kávé, kenni. Hát figyelj. Azért biztos be lehetne valóban azokat a karaktereket tenni amúgy. Kihagyom ezt a bannert, nagyon távol vannak ezek a karik attól, ami nekem tetszik. Ja, én is jövök velem. Én most olyan várakozó állás vagyok, hogy...
Majd tetszik-e valami, vagy nem, addig meggyűjtöm a primómat. Most, hogy primóról beszélünk, várjatok. Bevásárlunk. Mert akkor átpörgetjük a izét, az öt pörgetést. Jaj, hát ezt nem így gondoltam. Jaj. Ön egyértelmű volt, hogy kék dolgokat kapok, mivel kaptam ugye egy dórát. Dórát a felfedezőt. Na jó. Let's go! A kis üzétől a vázakból kiveszük az dolgokat, az ajándékokat. Azt is. Egy elnézést kívánok, csak itt lootolni kell. Hát hölgyem, a lootoláshoz fontos. Loot-loot. És ha loot legyen, kövér. Attention, we are being followed. Shall I dispatch the welcoming drones? Köszönöm szépen, Bunny Duke, a követést üzvét nálam. Remélem, jól érzed magad. Hát mi újság, hogy vagy? Szokták gensinezni, te is. Mesélj. If you're not Hungarian, welcome to my stream. Feel free to write in English. I can speak a little bit. Közben ránézünk még, mielőtt elkezdem a questet, hogy nincs-e valaki, aki nem esetleg emberi. Úristen. A mások. A játék velem? Oké. Okay. Üdvözlök mindenkit, aki kukucskáló jelenleg. Elnézést, mindenki. Bot talanítanom kell, tehát ott egy bot. Puh! Meg is van. 300 csatám van. Meg is halt. Többé. Szerintem... jók vagyunk. Kibannoltuk. Köszönöm, remélem mindenki. Sorry, mondjuk gondolom, a végigjátszottatok. Én haladok csak lassabban. Ne, sono kuma. 前回よりもひどくなってるみたいだけど。 Mi az a kérdés? Mondja, én vagyok így vele? Vagy azok a táskák a szemed alatt egyre jobbak? Minden ok? Jól vagy? De nagyobb táskák vannak a szeme alatt, mint az előző körben. De köszönöm, hogy aggódszéltem kávé. Nem alszom túl jól mostanság. Annak előtt, hogy próbálok aludni. Nem, ezt a versenyt nem tudom kiverni a fejemből. És mire ráeszmélek, már reggel van. Ismerem ezt az érzést. Ez velem is meg szokott történni. Akkor gyötröm magam a terveimmel. De van valami tippet, hogy hogyan küzdjek ez ellen? Őszinte legyek, nincs. Mondhatjuk azt, hogy nem. Tehát vannak olyan dolgok, amikre nincs ilyen gyors gyógyír. Csak ki kell bírnunk igazából. Lehet rá úgy gondolni, mint egy betegségre. Van, hogy nincs... nem is hasznos, hanem minek szoktak ezt mondani?
hatékony gyógyír, szóval csak hagynod kell igazából a dolgok, hogy ugye megtörténjenek. Ez kb. Olyan, mint mostában az orvosok, hogy nincs rá gyógyszer, ez a betegség, mikor van valami olyan bajod. Tehát nem adnak semmi gyógyszert, csak él túl. De nem tudom, hogy mi az, ami ekkora stresszt okoz neked. De érzem tényleg, hogy nagyon aggódsz. Következő kör nem sokára elindul, úgyhogy adjon bele minden tőle telhetőt, és üdüljön föl. Ja. De rendben van, te is, te neked is sok szerencsét igazából, ez a you do your best, ez a tőletelet a legtöbbet ad, de ez igazából szerencsét kívánnak mondhatni, szerintem. Tehát ezt magyarul nem tudod máshogy lefordítani. Kéz és lábtörés, ugye el szokták ilyenekre mondani nálunk. Hogy lesz, hogy neki ideért. Akkor el is magyarázza, hogy miről szól a második verseny, meg gyorsan olvasom, mit írtatok. Az épp napot Bunny Duke, vagy nem tudom most, Bunnyt vagy Duke-ot? Eddig a néma nézők táborát erősítettem, de akkor írok sokat, gondolkodtam a játékon, de egyre érdekesebb miatta tudtam meg, hogy sztori is elég vonzó. Ó, köszönöm szépen! Igen, nagyon érdekes sztori van. Vannak ezek a történtek, amik általában annyira nem érdekesek. Ó, bocsánat, oda vágtam én a mikrofonomnak. Meg kell találni igazából, szerintem az érdekes részét a sztorinak a sok plusz szöveg mögött. Hatalmas csajozós doma, szia, de szarul nézel neki. Hát nem a legjobb választás. Na, akkor nézzük, mi lesz. Miről szól ez a következő verseny? Igen. Raptors. Vannak ilyen lélány zavarkeltő ilyen masinák eltemetve a rófalú körül. De miért tesztek ilyeneket a földbe? この機械は地脈の乱れをシミュレートできるもので常にエリア一帯の環境に干渉する君たちの目標はそれを停止させることだ. Aha. Ja, hogy az nem tényleges disruptor. Tehát ezek tudják utánozni, ezek az eszközök, a leyline zavart. És folyamatosan a környezetre ilyen zavaró hatással vannak igazából. És az a céljuk, hogy ezeket kikapcsolják. Szóval az első három, akinek sikerül megcsinálni ezt a feladatot, különböző pontokat fognak kapni. Az első kap 4 pontot, a második 3-at, és az utolsó 2 pontot. Igen, mindenki egy bizonyos mennyiségű vizet és kaját vihet csak magával, és ha kimennek az adott zónából, ahol a verseny van, akkor egyből ki lesznek zárva. Na, mit gondolsz, kávé újra összeállunk egy csapatba? Azt mondja, lehet, hogy meggondolja azt, hogy odaadja neki a pontokat ugye az előző kör miatt. Nem, ez rendben van, azt mondja, rengetegszer volt itt. És ő nagyon ért ezekhez az mindenféle eszközökhöz igazából, a specialitása. Nem hiszi, hogy bármiféle problémába ütközhet. Jó az, hogy ilyen önbizalma van. Igazából ő is nagyon jól ismeri ezt a helyet, úgyhogy nézzük meg, hogy kitalálja meg először ezeket az eszközöket. Szóval mellettünk, ne feledkezzünk
el arról sem, hogy van egy kedvenc bajnok. Óvatosnak kell lenni vele. Egy kedvenc a győzelemre? Na és az ki? Milyen hangzik? Mindenkinek van egy kedvence, akit szeretne, hogy nyerjen, vagy hogy? De ne olyan hangosan Tinarira gondolt. Nagyon furán van megfogalmazva, szerintem szarul van meg. Na mindegy, ezt sokkal egyszerűbben el lehetett volna mondani. Nem baj, English translators, oké, jó. Ugye a legutóbbi körben kaptunk az első helyet. És hogyha most is fog nyerni, akkor igazából vége is van a versenynek. Hallotta, hogy mi voltunk azok, akik megoldottuk vele az Avidia erdőben lévő leyline, nem tudom, áramlást, kiömlés, kifolyás. Ugye amikor volt az a questünk, hogy túl sok leyline energiát gyűjtöttek össze azok az eszközök, és túl csordult az egész. Ja, azt igazából. És mivel ebben a körben is ilyen eszközökről van szó, amik ugye utánozzák a leyline zavart, így ez egy eléggé könnyű dolog lesz számára a Tinari sztori. Ja, igen, igen, igen. Ja, Queen. Sokkal jobb. Igen. A japán szinkron. Én megmondom őszintén, a kínai szinkron se rossz. Ez olyan, hogy ki mit preferál. Én megnéztem mindegyik szinkront. És nekem a japán tetszett a legjobban, úgyhogy úgy voltam, hogy legyen inkább japánul. Mi újság, Ati? Igen, valószínűleg akkor nagy esély van Tinarinak a győzelemre. Irigykedik, úgy nézem, egy kicsit Faruzen. És alapból ugye Tinarinak ott van Koli, aki egy tökéletes tanítvány is. És hogyha megnyeri ezt a kört is, akkor igazából olyan, mint hogyha hagynánk, hogy igazából tövé legyen minden, mondjuk úgy. És ő, mint ugye idősebb, nem tudom már sose ezeket pontosan meghatározni, hogy ezt magyarul hogy lehetne mondani. Mert ugye magyarban nem nagyon foglalkozunk ilyen dolgokkal, mint a keleti kultúrákban. Mivel ő az idősebb, így nem hagyhatja, így kötelességének érzi, hogy meggátolja azt, hogy ez megtörténjen, tehát hogy megnyerje. Na, ő is megy, majd később találkozom. Hogy vagy? Azt hiszem, rendben vagyok. De szépen lassan halad a dolgokkal egyelőre. Csak ennyi vizet kapunk? Ez van a szabályban, sajnálom. Tehát annak ellenére, hogy ez a kör arról szól, hogy minél gyorsabban ezeket az eszközöket leállítsák, a teszt magában foglalja azt is, hogy megnézik, hogy mennyire tudnak nehéz körülmények között túlélni.
Szóval ez nehezebb lesz, mint amire várt, vagy amire számítottam. Szóval akkor meg kell találnunk minél előbb ezeket az eszközöket. Vagy az energiákat meg kell spórolni, és várni a lehetőségre. Oké, hát akkor megy ő is, köszönöm szépen az információt, Tilnilunka. Vigyázz magadra. Na. Mindenki távozott. Kit kéne meglátogatnunk ezúttal? Hadd gondolkozzom fájban. Jó. Ja, azt mondta Faruzan, hogy Tinari az, aki a favorit, amit várnak. Ugye, nem is amit favorit to win. Aki legvalószínűbb, hogy nyerni fog. Szerintem ez azt akar jelenteni amúgy. De mindegy. Menjünk nézzük meg Tinarit. Mi annyira elbaszottul fogalmazzák meg? Sokkal egyszerűbben meg lehetett volna ezt fogalmazni. De nem baj, Genshin Impact. Oké, jó. Na, már csak a harmadik sztori kell. Hát most elkezdem fordítani. Ma nem lesz olyan hú de hosszú a stream. Aztán meglátjuk, meddig jutunk, és akkor holnap folytatom, mert holnap is jövök. Aztán meg lehet, hogy még pénteken is jövök. Tehát ugye mondtam múlt héten is, hogy így, hogy beteg vagyok, szerintem majd ilyen rövidebb. Tehát lehet, hogy többet streamelek, de ilyen rövidebbeket. Tehát valahogy úgy. És akkor szerintem fogunk végezni. Vele. És akkor valószínűleg a doktort azt majd mert az ugye azért ráérősebb a doktor küldi. Hoppá, megijedtem. Hol van Tinari? Nem nézted, hogy át lehet állítani? Nézőket megszöntöm Queen, mert tényleg nem rosszak. Igazából a koreai se rossz, kínai se rossz. Ez mindegyik jó. Mondjuk az olyan, hogy most kinek a füle mit. Én nekem ugye semmelyik nyelven nincsen problémám. Japán, koreai, kínai. Úgy különösebben. Na, ha német lenne, valószínűleg azt nem nézném meg. Valamiért én nekem a német nyelv az az egyetlen talán olyan nyelv, aminél így hallom, és így... nem tudom. Nem tudom. Nem szeretem hallgatni. Én tanultam németet a tévig, de már semmire nem emlékszem, én annyira nem szerettem. Aztán elkezdtem angolt tanulni középiskolában, amihez semmi közöm nem volt. Tehát végig ilyen nagyon szar voltam, ahogy teltek az évek, egyre rosszabb voltam benne, úgyhogy utolsó évben már kettes voltam belőle. Köszönöm szépen a követést, Queen. Ja, aztán elkezdtem mangákat olvasni angolul, könyvet olvasni angolul, sorozatokat nézni angolul, mindenféle dolgokat néztem, meg olvastam, meg mit tudom mi. Aztán mire elértem az érettségéhez, akkor meg én írtam meg a legjobb érettségit, aztán kettes voltam a tanárom, meg így nem tudta, hogy most mit történik. Nagyon... Aj. Nagyon vicces volt. Általában a japán szinkron főleg mobil játékok keletében nagyon jó. Meg alapból a japán szinkront azt, hogy nagyon eltalálják. Ja, köszönöm Atti. Nem erőltettem, azért mondom, szerintem ilyen rövidebbek lesznek most. Köszönöm szépen, Bani. Dream diéta sokszor keveset, amúgy körülbelül. Az emótokat, azok úgy történtek, hogy ugye nagyon régóta streamelek igazából. 2012. december 31-én volt az első streamem. Vajon mit csináltam szilveszterkor, ugye? És akkor elkezdtem streamelni utána. Annyira nem volt úgy, hogy most így minden nap, vagy azért csak úgy hébe-hóba, aztán egyre többször így kialakult, hogy streameltem.
És akkor nagyon nyúzott mindenki, hogy kapcsoljon be az affiliétet. Már nekem nem volt nagyon sokáig bekapcsolva. Azt hiszem 2000... Mikor kapcsoltuk be, várjatok? 20? Mi van, kész 20? Vagy 2021? Hát basszus, nem emlékszem, hogy most 2020 vagy 2021 bekapcsoltuk be. Lehet, hogy 2021-ben, mert most vannak a két éves badge-ek. Akkor 2021-ben, igen. Tehát 2021-ben bekapcsoltam. Addigra rá tudtak úgymond venni így az emberek, akik néznek meg az ismerősök, hogy kapcsolt már be, aztán ugye bekapcsoltam. Mondtam, hogy nem fogom csak így, hogy oké, be van kapcsolva, sziasztok, minden izé, hanem akkor kicsit úgy felkészültem. Tehát lett ez a logó igazából csináltatva, aztán meg lettek az emótákból, azt hiszem 3 emóta lett csináltatva, mert tudtam, hogy egyet lehet feltölteni, és úgy voltam vele, hogyha esetleg ki lesz, vagy most nem teszem be magyarul ez a szó, fel lesz nyitva, mondjuk, a utána lévő 2, akkor mégis igazából akkor jók vagyunk. Tehát akkor lesz még ugye 2 emót, amit oda lehet tenni. És kerestem embereket, akik esetleg tudnak rajzolni. Vagy olyan embereket, akik ismerhetnek valakit. Tehát az ismerősi körnek így ment végig az üzenet, hogy valaki, én nem tudok sajnos rajzolni. Én úgy érzem magamat, hogy egy kreatív ember vagyok, de nem tudom kiadni a kreativitásomat igazából. Tehát rajzolni nagyon nem tudok. Egyáltalán inkább azt mondanám. Úgyhogy ment így körbe az info, hogy ki az, aki ismer valakit. Rengeteg emberrel beszéltem, akik rajzolnak. Hát voltak ilyen pozitív, meg negatív élményeim is. Tehát volt az, aki azt mondta, hogy aki van egy ismerőse, aki grafikus, meg hogy nem dolgozik drágán, meg nagyon ügyes, meg kezdő, meg nem tudom. És így írtam neki, és így leírta az árakat, minden, de így mondtam a lánykának, hogy azért szeretnék valami munkáját is látni. Mielőtt azt mondom, hogy persze jó, akkor csináljuk. Hogy mégis valami referencia munkát, de ugye több embernek is írtam, meg kértem ilyeneket. És akkor így elküldte, hát én nem tudom. Tehát úgy szerintem én is rajzol. Most őszinte leszek, te borzalmas. Borzalmas volt. Amit kaptam, mint referencia munka, azt mondtam ki, hogy majd igazából, ugye mivel több embert megkerestem, megnézem, hogy kitől milyen árakat kaptam, meg milyen referencia munkákat kaptam, meg hasonló, és akkor majd megkeresem, hát ugye nem kerestem meg egyértelműen. És volt egy ismerősöm, aki nekem küldött Discordon BDO-s emótot. Ami egy szerver, nem tudom milyen szerverről volt. És akkor mondta, hogy tudja, tehát ismer egy csajt, aki ismeri a csajt, aki rajzolta. Én megláttam azt az emótot, hát ott abba hagytam a keresést. És a vicces része ennek az egésznek az, hogy egy... Szóval az ismerősöm ismerősének volt az ismerőse, aki francia volt. Meg volt a Discordja, barátfelkérést küldtem neki, de hát természetesen az olyan, az a barátfelkéréses dolog, hogy miért fogadja el igazán. Úgyhogy fel kellett mennem egy francia Black Desert szerverre, ahol át kellett magam valami, nem tudom, milyen francia boton verekedni, hogy egyáltalán lássam, hogy kik vannak a szerveren. És akkor utána tudtam neki írni. És azóta is ő az, aki mindent csinál. Most badge-eket csináltunk. Mondta, hogy soha életében nem csinált, aztán mondtam, hogy igazából régieket kellene felújítani, meg egy-kettő újat rajzolni, így kigondolni. Úgyhogy egy ilyen francia lánykával dolgozom együtt, mondhatni így. Biztos nagyon imád, mert igazából küldi mindig, tudod, a sketcheket először, hogy mit gondolok, és akkor így visszajelzek, hogy hát ez így nagyon nem,
meg így próbálok mindenfélét mondani, és akkor utána elküld, és akkor mit gondolok, és akkor mindig belekötök valami, fixen belekötök valamiben, vagy látok valamit, ami hát az ott úgy nekem nem tették, meg nem tudom mi. Nem felejtem el, hogy van az az emót, amikor... melyik volt az? Várjatok. Van egy, amikor vigyorog a karakter. Várjátok, ezt meg kell néznem. Már nem tudom, ugye nem mindegyik emót van itt. Közben kaptam még egy botocskát, akit eltüntetek. No. Jó. Most a letekerek, nincs más? Nincs. Eltüntettük. Meg kell néznem Discordon. A Discordon van fel minden emót. Jó lesz. Melyik volt az az emót? Szerintem pont a Lul. A Lul volt az. Igen. Szerintem a Lul volt az. Ugye vigyorog a karakterem. És így elköltem, hát most kurva jó. És így néztem többször, tehát ugyan, hogy többször visszanézek, és akkor egy jó pár percig ezeket szoktam figyelni, mert úgy veheted észre szerintem azt, ami először nem tűnt föl. Egyszer így Kobi megemlítette, hogy nem érti azt, hogy néha olyan dolgokat észreveszek, hogy ő nem látja ezeket. És így nem volt ott a foga a karakternek, és így mondtam a Sajnak, hogy kurva jó, de amúgy nincsenek ott a fogai. Tehát olyan, mint a fogatlan lenni, és úgy vigyorogni, és akkor nézd, hogy ja, tényleg. Belejtett neki fogat. Úgyhogy igazából ez a történet az emótoknak, meg az, hogy ki csinálja őket. Örülnék, ha tudnám csinálni, de sajnos nem tudom. És köszönöm szépen. Nekem olyan fura ez mindig, ha megdicsérik a hangom, de már kezdek hozzászokni a dicséretekhez. Köszönöm szépen. Szia, Réku! Na nézzük, megkeresik Tinarit közben. És mióta Genshin az el, Queen? Régóta nyomod a Genshint? Itt kéne megtalálnom. Hopp! Aktiválódott. Ez milyen furcsa lokátor, azt jelzi, hogy itt kellene lennie. Jobbál tovább! Hallasz minket, Tinari? Ott van. Tényleg úgy néz ki, mint hogy elájult volna. Menjünk, segítsünk neki. Jól vagy, Tinari? Meleg van. Tehát lehet a meleg miatt árult? Ájult akkor el. Nem szoktál hozzá, hogy itt vagy a sivatagban? Így van. Pont azért hoz rengeteg vizet magával, amikor a sivatagban jön, hogy elkerülje az ilyen helyzeteket. Gyorsan elfogyott minden víz, ami volt nála. És ugye itt vannak ezek a lélány zavaró eszközök, amik még ugye hozzátettek pluszba ehhez az egészhez, és elkezdte magát eléggé ilyen szédülösnek érezni. Vagy mi ez? Miért mit ez a szemben magyarul? Még én sose álljultam el. Még szédülni azt megszédültem egyszer-kétszer. Tehát olyan pillanatom. És elkezdett szédülni. Az ősei a Valukasuna. Nem tudom. Először hallok erről az egészről. A sivatagból származtak.
De azt gondolja, ez történhet, amikor a fajok elkezdenek vándorolni. Nem tudják elviselni azt a környezetet, amiből jöttek. Azt tudom, hogy ez a faj neve, csak mondom, először hallok a fajnak a nevéről, hogy ő micsoda. Jó, nem most van ide itt a történelem leckének. Menjünk és szerezzünk vizet. Nem lehet neki vizet szerezni. Itt ez a bánat. Ja, várjatok a... Most eszembe jutott a mém, amit Ice megosztotta. Hot gay. Sírtam. Jaj, bocsánat. Az Anubis szobrok róluk vannak? Igen, valószínű a füle miatt. Én is azon gondolkodtam, hogy valószínű azoknak a szobroknak köze lesz hozzájuk. Tol a hot guy. Kalapos fiú. Nálam csak ugye fandango. Egyértelműen. Mennyire törékenyek az emberi lények, ugye? De most mondta, hogy vanuk a suna. What kind of humans are you talking about? Az extrém környezetbeli változásokat nem bírja egyszerűen a testük. Te miért vagy itt amúgy? És amúgy úgy gondolod, hogy erős vagy? Itt van. Ezt ad neki oda, hogy így jön. Odaadta a vizét? Ja. Mi történt veled? Ez jó ez a kép amúgy, ez tetszik. Várjátok, egy pillanatot. Bocsánat, csak közben igaz, hogy mostanában nem csináltam meg a vodokat, de ezt hadd tegyem félre magamnak. Eltesszük, mert még jól jöhet. Meg kell találnom a mappáimat. Anya, hogy? Képek. Mentés. Oké. Okay. Mi mondod? Hát nagyon remélem, hogy ez ténylegesen normál víz csak. Már mész is? Nem tűnik, hogy csak ez víz, ja. Pályban nem érti ezt a figurát. Mégis mire készül? Mindenesetre most ugye kéne Tinerre fókuszálnunk, hogy megígye a vizet. Menjünk ez, megmondom ezt, de hihes képre annyira nem is emlékszem. Lehet, hogy annyira nem tűnt fel, mert éppen fordítottam, azt tovább kattintottam. Na, egy kicsit jobban érzem magam. Köszönöm. Jaj, tényleg. Lehet, hogy azt is meg kéne néznem majd a vodban. Várjatok. Várjam magamnak csak. Mindig ilyen nagy struggle az, hogy az ember megtaláljon egyetem bármilyen képet, amit felhasználhat, és nem fanártam, hogy ezekhez a index képekhez. De... Yes. Na, megtaláltak végre. Szino, te is itt vagy. Kicsit szimpáj tettek, kitem itt. Mada tudzukerálni szóka. Azt mondja, aggódtam miatt az is, hogy jöttem, hogy megnézzelek. Képes a szállat tovább menni? Hát ő...
Megmondom őszintén, most nagyon elgondolkodtam több dolog miatt is. Komolyan mondom, eskü nem értem, hogy most ez itt mit akar jelenteni. Mert mit értem ezt, hogy a annyira száraz a szőr a farkán, hogy szinte, ez nem tudom, ez a singed off. Majdnem letörtek, talán. Nem tudom, mert az csak az éneklés, mint ige, nálam a színg, az csak az egy darab ige, vagy éneklés, de most megnéztem, és egyszerűen azon kívül, hogy éneklés, az... Na mindegy, mondjuk így letört, kész, nem tudok ennél jobbat. Annyira nem lényeges. Azt mondja, hogy nem látja értelmét, hogy tovább erőltesse ezt az egészet. Jappari, kono raundo ni a muite nakatta mitai da. Sore nara R mura ni modotte. Látszik, hogy nem megfelelő ebben a körben, hogy versenyezzen, tehát ez neki nem megfelelő, inkább jönöm. Jobb lesz, hogyha visszamegy inkább a Rufaluba és pihen. Szóval akkor ki fogsz lépni most ebből a körben? Igen. Ja, igazából amit szeretett volna az első körben már megszerezte. Szóval, hogyha fel is adja ezt a kör... Nem megértem. Ohi, ohi, ohi! Szia, NGR! Köszönöm szépen a nyújtózkodást közben, kinyújtottam a lábamat. Mizu? Igen, szóval ha most ki is száll ebből a körből, még van esélye nyerni ugye az utolsó körrel. A többi Karival is lehet beszélni, az elsőben kétszer lehetett megtalálni, de hiát meg Candice, hogy vásárolgat. Ugye egyszer találtam meg őket végül is, azt hiszem. Igen, azért is van az, hogy Queen... Kutatom a netet, és semmi olyat nem szeretnék felhasználni, ami valakié igazából. Úgyhogy ezért van az, hogy amikor ilyen látok ilyen érdekes dolgok, az, hogy hú, ez így egy érdekes kép, ami fel lehetne használni, akkor felszoktam. Úgyhogy ja. Nem egyszerű. Hát elkaptam valamit Dokinál. Angie, valami nyavaját, mikor ott voltam a véreredményemmel, úgyhogy tök jó. Most azzal küzdök nagyon. Úgyhogy igen, próbálom elkerülni azt, hogy bárki másnak a rajzait felhasználjam, de tele van minden fanártokkal. Úgyhogy, ja, olyankor szoktam csinálni, ha tényleg nagyon nem találok semmit, olyankor szoktam olyat csinálni például, hogy saját magam csinálok egy képet a játékban, vagy valami. Hát most beszedtem, csak most ezt kéne megnézni, az a baj, hogy megbetegedtem, mert most ugye vissza kéne menni, hogy akkor még egy vérvétel. Csak így, hogy beteg vagyok, így nem tudok visszamenni. Megnézni azt, hogy van-e gyulladásom, vagy nincsen. De ugye azt addig nem lehet, amíg beteg vagyok. Mármint ez a megfázás, hogy nem tudom, mit kaptam el, ez van, ugye addig nem lehet menni vissza orvoshoz, hogy vérvételre küldjön. Úgyhogy most ilyen hatásszünet van, megint. Ima akirameleba, cugi no raundo no tame ni taidoko o onzon dekiru si ne. Kono mama tsuzukete mo imi nai yo. És el tudja tárolni az energiáit igazából, hogyha most kiszáll ebből a körből. Ez nem lenne túl produktív dolog, hogyha most tovább erőltetné ezt az egészet. Igen, egyet értek. Ez egy okos döntés, akkor menjünk vissza a faluba. Rendben van, vissza tudok menni egyedül is.
De nem kell udvariasnak lenni. Gyere, megyünk, visszasegítünk a faluba. Hogy én magam jobban érzem, most nem érzem magam annyira jól. De kevésbé vannak fájdalmaim, mondjuk úgy. Az eddigi fájdalmaim. Van, csak kevésbé, úgyhogy szerintem van még valószínűleg gyulladásom, csak azt nem lehet addig ugye tényleg megnézni, amíg amíg ez nem múlik el. Nem kaptam egy olyan húderős antibiotikumot amúgy a gyulladásokra. Tényleg egy gyengébbet kaptam, amit felírtak, szóval lehet ilyen szemet felvenni, mert ez bogár. Na, gyertek csak ide, azt nézzétek. Hogy hagyod? Hogy adja? Nem szétszeri. Ja, hogy így. Nagyon vártam, hogy mit fog csinálni, amúgy bocsánat, azért álltam meg itt nézegetni, mert úgy sosem néztem végig, hogy meddig tologatja azt a goyslit, meg mi van, hogyha már túl nagy a goyslika. Ez amúgy tök jó, nem? Hogy így megnézték, hogy most akkor ezzel mi csináljanak. Hopp! Még mostanában rengeteg olyan dolgot tettem, amit nem szabadott volna, de hát amikor az embernek sütemény van a szem előtt, ráadásul nagyon finom sütemény, akkor akkor nem nagyon tud mit csinálni, úgyhogy mostanában rengeteg sütit ettem. Édesanyám sütött egy újfajta süteményt, úgyhogy most mi? Na jó van. Meg nem jöttök? Dehogy nem jöttek? De vagy ezt ölöm, vagy azt ölöm? Kettőt, hogy így nem lehet. Na, nem menekülsz, most hosszú van. Na, szóval meg kell találnom ezt a kis sajt. Ja, hát nem egyszerű, de aztán mindig valamit kitalálok igazából, meg ugye a genshines képek között keresek, ami a sajátjuk. Az olyan dolgokat keresek, amik nem magája cégé, és lehet használni. A Bajzóra nem fogok amúgy. De úgy mutatja, hogy itt belül van. Tehát itt nem volt semmi. Vagy még... Mi van? Mi azt mondhatja, hogy lejjebb van, tehát akkor megyek lejjebb, de hát itt hol? Hol lejjebb? Benne a barlang részen. Ó, nézzétek meg! Hol? Éha, ne bűn! Aha, várjál, meg kell néznem, annyira nem emlékszem, hogy mi volt az utolsó emót, amit fizettem. De nem olcsó amúgy.
deleted user. What? Váltok. Mi történt? Ez fura. Bocsánat, csak így néztem, hogy valakivel itt beszéltem, és deleted user. Mi történt Kreával? Na mindegy, mindjárt megkeresem a... Most találom. Akkor beszéltem utoljára a csajszia. Aha, na várjunk, visszatekerjük. Nem tudom, mert legutóbb ugye olyan dolgokat csináltunk, amik ilyen változó áruak voltak, de sima emót. Nem tudom, hogy 20. Voltak emóteim, na. Ugye mindig a meló előtt fizetek neki, tehát nem utána, előre. Takártak. Yōhei toshite no motto? Kantan na hanashi sa. より多く金を出したやつのために仕事をするんだ。しゃべるそんなた。Hát annyira nem magyar pénztárcához van kötve egyértelműen az ár. 20? Atashira wa sabaku ni narecha iru ga, sore demo itsuka wa fūsha to osaraba shite, doko ka no oasisu de tanoshiku kuraseru hi ga. Nem tudom, 20-25 euróra emlik. €20 darabja. Ja, 20. Jó rémlet. Yōhei-toshiteno motto? Hát igen, mert itt is 3 emotot kértem, és így volt 60. Igen. 20 € darabja. Ugye amikor már ilyen mozgó dolgok vannak, akkor attól függ, hogy mennyit kell vele szórakoznia például. Tehát az már ilyen összetettebb. Azért mondom most ezeket, mert ezek a sima módok, azok 20 € darab. Jó, Réku! Rendben, rendben, köszönöm. Azt én is most innék egy. Ugye igazából nálam az úgy működik, hogy amit ugye kapok támogatást, most ott nem tudom, tehát cheer, meg sub, meg sub gift, meg donate, meg minden ilyen, azokat a pénzeket igazából emótokra használjuk, meg ilyen badge-ek, meg ugye játékokat veszek bele, amiket kisorsolok. Szóval igazából minden így vissza van fordítva a csatornára, meg ugye a közösségre, szóval azért van úgy, hogy igaz, hogy drága, pláne ugye magyar pénztárcához nézve drága, azért egy 20 eurós emót, de úgy vagyok vele, hogy nem tök jól dolgozik a csajszi, meg tényleg meg lehet vele beszélni igazából, tehát kér visszajelzést, ha mondok neki valamit, azt megcsinálja. Volt az, hogy egy emótot teljes mértékben jó, alapból a sketchét elküldte, és mondom, hogy no, akkor ezt
beszélgett még egyszer, és akkor utána megcsinálta, és mondtam neki, hogy nem jók a színek, tehát nekem nem tetszenek a színek, és furra átszíneztettem vele, és semmit, soha nem szól semmit igazából rá, tehát megcsinálja, de hát mondjuk 20 euró darabja ezeknek ki van fizetve, tehát úgy persze most ez ilyen, de... Én úgy vagyok vele, hogy mivel jó munkát végez, meg tényleg meg lehet vele beszélni, én úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy drága, attól függetlenül én meg vagyok vele elégedve. De gondolom, hogy te sokkal olcsóbban dolgozol, van egy olyan érzésem. Úgy vettem észre, hogy magyar viszonylatban akik foglalkoznak ilyen emótrajzolástól, meg hasonlókkal, ők nagyon olcsón dolgoznak külföldi viszonylatokhoz képest. De ez némileg azért is lehet, mert azért tiszta vagytok azzal, hogy Magyarországon azért milyen, meg lehet ezt mondani, milyen körülmények vannak, vagy ez hogy lehet? Nem tudom. Tudjátok azt, hogy a magyar pénztárca mit tud megengedni? És hogy úgy lennétek, hogy túl drága, akkor most kifizetik. Kifizetik 20-ért is. Hát ki? Tehát nem azt mondom, hogy nem mindenki fizeti ki, érted? De én úgy gondolom, hogy a legtöbb magyar, aki rajzol így magyaroknak, ő szerintem lenni a nézős, hogy kevesebbért. Én úgy gondolom. Szia, Krisz! Hellóka! Ja nem, pont, hogy nem euróban dolgozol? Ja, értem. Rugalmasak az árak. Amúgy, vagy a rugalmasságnak ára van, igen. Én is azt mondom, tehát... nem tudom. Köszönöm szépen, Seprűnyél a követést, üdvözöllek itt nálam. Mesélj, szoktál ilyen sinezni? Szaré, hogy én lehet, bácsi. Ez így van. Szaré, hogy én lehet minden olcsót venni. Én is azért vagyok úgy vele, hogy szerintem tök jól dolgozik a csaj. Meg tényleg ez, hogy van kommunikáció. Ez nálam nagyon fontos amúgy. Meg tudom vele beszélni. Nem az van, hogy rajzol, azt nesze itt van, csá. De mondom, nem tudom, mert ugye máshol soha nem dolgoztam. Tehát ő meg lett találva, aztán onnantól vele dolgozom. Nem is kerestem más, hogy mindig őt zaklatom, hogyha valamit szeretnék. Ja, most is van tervben. Van egy ötletem. Mit szeretnék, de majd azt majd, amikor lesz annyi pénz összegyűlik, akkor megkeresem majd vele. Hatalmas Genshin fan. Na, és ki a kedvenc karaktered? Hogy telik a nap? Egész sokat aludtam, amúgy. Ettem. Hát megint olyat ettem, hogy nem szabadott volna. Mostában sok olyat eszem, úgyhogy abba kell hagynom. Ettem két pogácsát. Nem szabadott volna, az volt az ebédem. Nagyon elgondolkodtam, mielőtt ideültem, hogy kellene kávé. De aztán nem hoztam. Majd kicsit később szerintem. Kicsit jobban. De még nem az igazi. Még van mindig ez a megfázás, úgyhogy az nem tudok most menni még orvoshoz. Szia, Danesz! Magyar fizetéshez képest drága áraim vannak, de ne is ez legyen a hasonlítási alap, mert lehúzzák ott az emberről a bőrt is. Ez így van. Én addig dolgozok valami, ami meg rendelő 110% elégedett nem lesz. Ez így van, az így van. Ez a jó amúgy ebben a csajban is, hogy nincs az, hogy figyelj, megcsináltam és már ezen dolgozok 3 napja, vagy nem tudom, hanem addig csinálja, míg nem lesz jó. Nekem amióta elkezdtem Jula a favorit, és jó mellett később a második kedvenc. Ki a kedvencem? Hmm.
Nekem Noel egy örök favoritom marad, de Zhongli az, akit én nagyon szeretek, szerintem minden partimban ott van. Zhongli tudom mondani. Viseltem Bájzóra, mert kellett kávé, és úgy 40. visle meg lett kávé, meg dehia. Elbuktam, maradt 40 visem, szóval kövikari fix. Mégis az se baj a kövikari fix, nem? Kellene kávé? Nem az a kávé, hanem a koffein a szervezetemnek. Azt tartja, Jane is egy nagyon jó karakter, igen, amúgy. Tehát amikor ugye elkezdtem szintezni a karaktereket Friendship XP-re, akit nagyon megszerettem, az Jane volt amúgy. Meg Rosaria. Meg Beidou. De Beidou-t azóta sem bildeltem egyáltalán semmire sem. Mondjuk Dehia is itt van, aztán megnézitek, mennyi. 80-as a Chaisi, meg vagyok állva, mert kellene farmolgatnom, csak nincs hozzá kedvem. A weaponje az még borzalmasabb állapotban van. 60-as, erre is farmolnom kéne. De lusta vagyok. Úgyhogy... Aztán... Az artifaktjai meg egy borzalom, már egyáltalán nem foglalkoztam vele, csak rászórtam valamit, az cső. De egyelőre még semmit nem csináltam vele. Így jó. Majd még buildelni kell, de mondjuk ez a friendship-es csapatom, ugye egyedül már csak neki kell friendship. De nagyon kedvem partim az ez a party, imádom ezt a partimat. Isten igazából. A 4 srácot. Majd... Az is el fog érkezni. Lehetett volna Tinari is. Hát sok minden lehetett volna. Ez olyan, hogy mindenki szomorú, ha csicsit kap. Én nekem egy csicsim van. Én nekem nincs problémám csicsivel. Szerintem csicsi az tök aranyos karakter, meg nem tudom mi. De sose kapok csicsit. Amúgy. Sose. Kapok cashinget. Cashingtől a falra mászom, nem használom. Meg kapok, nem tudom, monát, meg ilyeneket. Se monát nem használom. Se cashinget nem használom. Szóval így... Mindig őket kapom amúgy. Szerencsére Jean-t is kaptam már jó párat, úgyhogy annak örülök. A Jean-nek nagyon örülök. Jean az nagyon jó karakter. Hú, imádom. Azt az attack speedet, amit ad. C2 adja? Nem C2 adja, az... Na jó, na majd a Bring Tinari. De hova? Bringeljem Tinarit ide be, ide erre befele. Itt van Leila is szerintem. Akit eddig kerestem. Te hogy vagy, Krisz? Nézegettem tegnap a Grandidot, hogy nyomtátok. Néha jókat mosolyogtam. Csak ugye egyszerre volt stream, amikor Kobi is nyomta, és ugye ott meg Modi vagyok, úgyhogy ott is figyeltem, titeket is figyeltek, meg még raideltem is játék, úgyhogy még azt is figyeltem. Hogy vagy, Tinari? Szeretnél pihenni? Igen, van itt egy kis árnyék, akkor itt meg tudunk állni egy kicsit. Oké, okay, akkor tegyük azt. Na meg mi lesz a terv? Mit fogtok játszani mostanában? Mi lesz a streamben? Te Leila. Igen, itt van mindenki. Hello, Leila. Amúgy azt hiszem, azt kérdezte japánul pályán, ha nem tudok japánul, hogy Leila, te is itt vagy? De szerintem ezt kérdezte. Az, hogy hello, Leila. Már nem azért. Mondom. Igen, túl erős volt a nap, úgyhogy úgy döntött, hogy kicsit itt... bejön az árnyékba. Mi a helyzet veletek? Már végeztetek is? Sajnos nem. Hát nem bírom annyira a dolgot, mint azt én elképzeltem, úgyhogy szeretnék ebből a körből kimaradni. Szino és az utazó visszakísértek engem a faluba. できるんですか?
Ki lehet lépni a körből, ilyet is lehet csinálni? Igen, azt hiszi, hogy a szabálykönyvben benne van ilyen szituációkra. Igen, Alhaizen azt mondta, hogy ha kimegyünk a versenynek a helyszínéről, akkor ki is zárnak minket a körből. Igen, megkérdeztem már az elején, hogy jól vagy-e. Ha akkor eldöntötted volna azt ugye, hogy kilépsz ebből a körből, akkor az egész szenvedés nem történik meg. Meg kellett próbálnom, nem? Hogyha... Ugye kipróbáltam és nem működött, úgyhogy most szépen kilépek ebből, amíg tudok. Azért, ha hazaér, akkor biztos csinál ilyen nap elleni olajat. És akkor legközelebb, hogyha kell a sivatagba jönni, akkor nem lesz ilyen problémája. Tényleg téged Leilának hívnak, ugye? Nem nézel ki, te se túl jól. Te így gondolod, hogy rendben leszel? Látod, Jane, ő is így csajozik. Csajozó szöveg, nem nézel ki túl jól. egy kicsit olyan kábultnak éreztem magam. Gyengének. Nem tudom. Éreztem magam először, hogy jöttem a sivatagba. De most egy kicsit tudtam pihenni, sokkal jobban vagyok. Ja, hát ugye oda kell figyelni, hogy ne túljátok tovább ezt az egészet. Ne aggódj, én csak... Érzed a nyomást? Meg tudod ezt mondani, Szino? Milyen hasonlatokat használ? Ja, olyan az arc kifejezése, mint azoknak a raboknak, akiket szokott vallatni. Vagy nem olyan, ahhoz hasonló. Aha. Hát ez... Hogy őszinte legyen. Hogy az igazat megolva. Nem biztos abban, hogy megvan benne az, hogy ő legyen a reprezentatív embere a Ratava Hiszt Darsannak ebben a bajnokságban. Ezek a nevek. Legtöbb ember a pletykák miatt szavazott rá. És hogy őszinte legyen, ezek a pletykák nem jelentenek semmit. És most nem tudja, hogy ezzel sok elvárással hogy birkozzon meg. Azok az emberek, akik őt eddig kritizálták, és most rászavaztak. Szóval úgy érzi, hogy valahogy az elvárásaiknak meg kellene felelnie. Szóval az ő elvárásaik azok, amik ilyen nyomást gyakorolnak rád? Igen. Igen, hallottam, hogy téged is úgy szavaztak meg, Tinari. Ezzel mégis hogy tudsz megküzdeni? Gondolom az érzéssel. Hogy őszinte legyek, nem nagyon érzek semmilyen nyomást emiatt. Alapból, akik elvárnak
tőled valamit, az nem jelenti azt, hogy ők jó indulatból csinálják ezt, vagy valamilyen okból. Másképp felől pedig... Akik... Olyan lehet ezt... Tehát akik foglalkoznak veled és az érzéseiddel, azok nem szeretnék, hogy... túlhajtsd magadat. És mi alapból kutatók vagyunk? A dolgunk az, hogy ugye tudást szerezzünk meg, és nem az, hogy másoknak az elvárásainak megfeleljünk. Én azért vettem részt a versenyben, mert szerettem volna egy ilyen... Minek mondtam ezt a múltkor? Nem lecke. Minek fordítottam ezt a múltkor? Hát ezt fordítottam. Milyen eszembe jött? Lecture, előadás, előadás. Ja. Szóval... azért veszek részt ebben a versenyben, hogy egy jövő hónapban a Gandahara faluban tartott előadást tudjak reklámozni. Természetesen tőlem telett legtöbbet megteszem a versenyben, de nem hagyom azt, hogy bármilyen plusz nyomást gyakoroljon ez az egészre. Kimi wa nanika meikakuna mokhyō wo hitotsu mitsuketa hou ga ii to omou yo. Úgy gondolom, hogy te is, tehát neked is meg kell határoznod pontosan a céljaidat. És akkor ez fog neked ebben segíteni. Értem. Köszönöm a tanácsot. Mondja, hogy milyen ilyen sokat beszélt, teljes mértékben kiszáradt. Ja, van még egy kis vízvalam, ha szeretnéd, ez rendben van. Már nincs messze a falu. És egyedül is tud menni tovább. Jobb lesz, ha visszamegy a versenyhez. Nem akarod megnyerni azt a limitált edition kártyát, különleges kiadások kártyát? Oké. Okay. Te lelkesedésedet fogom magammal vinni. Nem ezt mondta, mert a lelkéről beszélt, hogy a lelkét magával fogja hordozni a további úton, ugye, amit megtesz. Szóval ne beszélj így színű, hát nem haltam meg. Jó, akkor visszamegy, és találkozunk a következő körben. Oké! Okay. Tudja is körbenéz. Megkeresi ezeket a leyline zavaró eszközöket. Jól van. Keresgélje, színókám, keresgélje. Jobban vagy már, Leila? Persze. Igen, úgy érzi, hogy kicsit megkönnyebbült azután, hogy beszélt Tinarival. Rég volt már, hogy elhagyta a otthonát, hogy az akadémiába jöjjön. Minden egyes nap itt nagyon fontos számára, amit itt tölt. Annak ellenére, hogy azért vannak nehéz idők. Asztrológiai modellek, rengeteg kvíz, eszé, ez rengeteg agyi energia, ugye, hogy ezt mindet befejezze. És ezek mind olyan dolgok, mint hogyha mint valami hatalmas, milyen mondják ezt? Ilyen kő, sziklák lennének, amik folyamatosan rajta vannak, és arra kényszerítik, hogy haladjon tovább. Tehát
nem is rajta vannak, nem így kurulnak felé, és ő nekik ott, tehát muszáj szaladni előlük, hogy ne legyen az, hogy ugye ezek a kősziklák, köszönöm, jár. Kősziklák kényszerítek a mozgásra. És akkor kiválasztották őt, mint a tarsanyjának a reprezentatívját. Igyál, fizet! Várcsi, fizet! Köszönöm a vizet! Olyan volt, mintha még egy kősziklát adtak volna már azokhoz, amik a labból mögötte gurulnak. És minden egyes alkalom, amikor becsukja a szemét, azokra az emberek, tehát arra gondol, hogy azokat az embereket, akik ugye rászavaztak, azoknak ugye csalódást fog okozni, hogyha valamit elront. Igen, mi szeretnék, hogyha boldog lennél, Laila. Igen, azt hiszem, Tinari is ezt szerette volna elmondani. Jó barátunk vagy, és ezért van az, hogy nem akartad megakadályozni abban, hogy ugye feladja ezt a kört. És ezért nem is csalódsz bennem. Így van. Nem kell ennyire rosszul érezned magad. Igen, és azt is mondta, hogy örülne, hogyha tényleges céljaim lennének azzal, hogy részt veszek ebben a versenyben. Most jelenleg nincsen, de ezen el fog gondolkozni. Mindenesetre nem fogok több időt elvenni tőletek, még mindig ugye figyelnetek kell a résztvevőknek a... Mi ez magyarul? A haladását ugye ebben a versenyben, nem? Lehet, hogy még itt beszélgetünk valakinek sikerült valamit elérnie. Így van, menjünk vissza és nézzük meg a többieket. Kimaradt, Tinari kiesett, találkoztunk Színóval. Megnézhetnénk, hogy mi a helyzet Faruzannal. Eléggé sokat tud a sivatagról. Lehet, hogy tényleg elért már valamit. Na, nézzük meg Faruzant. Megnézem én meg a csetet. C6 Csicsi, legjobb. Köszönöm szépen, Krisz. Sok alvás azt szerintem azért segít, ja. De próbálok azért pihengetni, ahogy tudok. Nekem most bukni kellene 50-50-et, hogy 100 legyen a kazú. Hát akkor azt kell csinálni, Rimmel, hogy megvárod a kazuha bannert, elkezded nyomkodni, és lehet, hogy azt az 50-50-et megnyered, és nem is kell buknod. Jól vagyok, köszönöm, csak ne kéne este dolgozni. Ah, az nem jó. Kitartás, Kriszt. 100%-ja vagy Jöjmia, vagy Alhaizom, de legalább lett kávém. Hát meg most jönnek még majd karakterek, srácok. Tehát én azt tudom mondani, hogy... Lehet, hogy megvan a karakter, akit szeretnétek régi, de jönnek még újak. Wanderer is kilépeget, az kirepülget. Van kedves idő, akár vasárnap lehetne a Hallel? Jó. Vasárnap hány fele legyen Hallel? Ezt tudsz mondani egy időpontot? Mert akkor én itt milyen bezúrítom a népnek a dolgokat. Meg leírom, és akkor utána majd... Összeírom. Köszönöm szépen a nyújtózkodást, közben kinyújtottam a lábam, és köszönöm szépen a vizet is, Réku. Nap Hallel Oksika. Szia, Gumimaci Mizuka. Puszi, 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 zsák puszi. Az. Régiek közül mindenki megvan, akit akartál Konszikra, annyira meg... Egyáltalán nem megyek rá Konszikra. Az fix. Engem tetszik Kazuha, meg tetszik Albedo, de egyikre se fogok...
pullolni. Én majd új karakterre fogok pullolni. Reggel adod le a munkát utána, hát mondjuk nem tudom, ilyen délután valamikor. Ilyen, nem is tudom. 3-4 fele. Mondjuk vasárnap délután 4 óra. Aztán nem hiszem, hogy délelőtt lesz bárki. Sem mész már abba. Valamennyivel jobban, még nem az igazi sajnos. Mondta, és azt rácoknak, hogy most ilyen rövidebb streamek lesznek addig, amíg járunk. Ki a Gangsta Man? Hellóka. Jó, akkor beírom, hogy vasárnap délután 4 óra. De majd írok mindenkinek. Hogy minél többen legyünk. Na. Azon gondolkozom, hogy meg kinek kell írnom. És mindenkinek nekem, ami szép képes lapról, jó verset. Hát, azoknak írok képes lapot, akik majd jönnek velünk hálelezni, sajnálom. Gulymaci, hogy ilyen rossz hírekkel szolgálok. Tudod, lehet, hogy itt befejezem, srácok, azt holnap folytatjuk ezt. Szerintem. Tudom, hogy az van. Milyen jól néz ki, nem? Minden fentről az, hogy... Ne nem látni az, hogy... Nem. Ura. Akkor, hogy itt más az íg. Szeretem azt, amikor a játékban megvan ilyen tök jól csinálva az, amikor megy le a nap, meg jön fel a nap, azok a rózsaszínos, narancssárgás árnyalatok. Ez van a Sea of Thieves-ben is amúgy. Meg van ilyen Arcage-ben is, még ott elég érdekes, de ja, ott is van. Itt kéne látni egy formát az égen, de itt annyira nem látni. Hogy megtaláljuk a közepét? A mandalánknak. Nem. Ezért Liuében nézegettem, ott simán lehet látni. Nem. Zöjjön to naga istana. Szoroszoro karadao ugokaszanaito kabi ga haichimauzo? Haichimauzo? Ja. Ma nem sok mindent fordítottam, de azért kicsit előbbrébb haladtunk. Kell keresnem valami ételt magamnak, mert az a két pogácsa, az nem volt itt túl sok minden. Amit amúgy nem is ehetnék, de hát... E van. Voltam vele mostanában, hogy belefér, egy csomó sütit megettem tegnap is, tegnap előtt is. Ránézek még egyszer, hogy nincs a boc. Mondtam, nincs. Üdvözlök mindenkit, aki lurkol, azért vagyunk elég sokan. Na hát raidelni nem fogunk, srácok. Tannod? Hogy mondja magáét? Adjatok. Ajá. Jó, Milán!
Betegesen, betegesen veled, mi újság? Hogy vagy? Pont a szólt meg, nem? Jaj. Most ittál kávét? Várjatok. Még mielőtt itt bárhol menjek tovább. Linkelek nektek ide csatikat. Nézzetek be mindenkihez. Nézzetek be Kobihoz is. Őt is megemlítettem. Beszéltük még valakiről? Szerintem nem. Kóc. Hát egyszer, amikor végzik a fordításokkal, még rengeteg fordítani való van jelenleg. Nem tudom, most az biztos, hogy a héten Genshin-t fordítok, szerintem a jövő héten is Genshin-t fordítok. Genshin fordítások után, csak most ugye sok minden van Genshin-ben. Úgyhogy először azt, és akkor utána megnézzük az Echo-t. Csak ugye most bejött két karakter sztori, meg az event van, ami ilyen hosszú event, úgyhogy ez egy darabig el fog tartani. Meg így, hogy rövidebb ideig tudok streamelni. Így is. Még kevésbé. Na, köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt voltatok. Elköszönök, megyek, keresek ami ételt magamnak. Köszönöm szépen a követést Seprűnyélnek, Winnek, Baninak. Itt látom Bolyos is tegnap bekövetett, neki is köszönöm most így utólag. Köszönöm szépen, hogy ilyen sokan itt voltatok és támogattatok, és ilyen jót beszélgettünk. Szép napot mindenkinek. Sziasztok!